Először is köszönöm a múzeumnak, ennek a nagy hírű múzeumnak, különösen az igazgatónőnek és az egész stábnak, hogy ezt a kiállítást létrehozták. Ringrazio anche l'archivio Art Pool che è stato promotore di questa iniziativa di celebrazione del centenario di Cavellini, di Guglielmo Achille Cavellini. Köszönöm az Art Poolnak, az Art Pool archívumnak, amelyik ennek a kiállításnak a motorja volt. Credo anche per un'autorizzazione ricevuta tantissimo tempo fa quando hanno organizzato una sua mostra e una sua performance. Mert hogy ők ugye sok évvel ezelőtt megkapták a felhatalmazást magától a művésztől, hogy ezt a kiállítást majd megcsinálhatják. Quindi un ringraziamento particolare a Giulia Clanizzai e a Gheorghi Galantai, che sono l'anima di questa mostra. La mostra nasce totalmente da loro e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Come devo dire, e concludo, aver visitato il loro archivio è stato veramente per me un grande piacere di vedere, credo, una delle istituzioni archivistiche che riguardano l'avanguardia del secondo dopoguerra tra le più importanti che io abbia visto al mondo, non soltanto qui, quindi credo che sia un vanto per la vostra città e il vostro paese tutto ciò. Köszönet különösen Clanizzai Giuliának és Galantai Györgynek, akik tulajdonképpen ennek a kiállításnak a lelkei. Nagyon meglepte őt ez a kiállítás, hogy ilyen fantasztikus anyag állít rendelkezésre, és hát meglátogatta személyesen az Art Poolt, ami nagyon mély benyomást tett rá, és azt gondolja, hogy a II. Világháború utáni avantgárd művészetnek talán az egyik legjelentősebb gyűjteménye ez. Bene. Termino dicendo che appunto il 2014 è arrivato, non ce lo saremmo mai aspettati, né Giulia né Gheorghi, nessuno. Era un anno metafora dell'autostoricizzazione di Cavellini, ma tutte le cose tornano poi nella realtà e quindi fa piacere che chi lo conosceva allora e chi ha vissuto con lui momenti di, anche esaltanti di riflessione sull'arte e oggi si è ancora qui a celebrare. Nagyon örül, hogy ez a kiállítás létrejött, hiszen ez úgymond egy idea volt, és azért igazából nem gondolta volna senki, hogy 2014-ben valóban megvalósul ez a kiállítás, de hát eljött 2014, és lám dolgok, vannak dolgok, amik valóban megvalósulnak, és ő ennek nagyon örül. Grazie a tutti. Nagyon köszönöm mindenkinek. Thank you.
1979-ben kaptam Cavallinitől ezt a diplomára hasonlító okiratot, amely felhatalmaz engem név szerint arra, hogy ceremónia mestere legyek egy eljövendő ünnepi eseménynek, amely Cavallini születésének 100. évfordulóján történik majd egy jugoszláv múzeumban. Na most ez az esemény egy apróság miatt ugye nem valósulhat meg, tudni illik, Jugoszlávia már nem létezik. Cseszkvitoke in Jugoszlávia. A kiállítást megnyitom. Caro Piero, la mostra di Giulielma Chiele Cavallini è aperta a questo momento. Kedves közönség, mindenkit szeretettel várunk a Cavallini vörösbor és a Cavallini pálinka és a Cavallini sorssütemények fogyasztására. Most is vettem, furcsa így, ezeket a végigképeket. És milyen újra látni a fotóidat egy kiállításon, Jóska? Hát épp azt mondom, hogy ez volt, Fekete György csinálta az installációt azon. Ezt mondom, melyiken? Ezt a ruhákon. Ez ipari textil. Ó. Da tenere con insieme alla maglietta. Sarà buona ma non la userete.
Szerintem a Hát ennek most a vége kezd lenni az átvezető együttesnek, de a 13-as, 13-as évben tavaly 57 évben. Úgyhogy az már még nincs a kockázat. Én mint egy átfogom az egészet, tudod. Na látom. Érdekel, hogy még sokkal.